Jubileumi konferenciára hívtunk ma vendégeket Nagymarosra a Művelődési Házba. A szervező a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szobitag Intézménye. Az alkalom apropóját az adta, hogy 15 évvel ezelőtt ennek a szakszolgálatnak a jogelődjét alapította Nagymaros Város Képviselőtestülete nevelési tanácsadó néven. Abban az időben a tanulási, nevelési, magatartási problémával küzdő gyerekek számára szerettek volna pszichológus kolléganők segítséget nyújtani. Az évek során egyre több szakalkalmazottja lett az intézménynek, egyre több területen tudtak segíteni a kollégák. Nagymaroson kívül a környező településeket is elláttuk. Úgy gondoltuk, hogy ez a 15 éves évforduló jó alkalom arra, hogy a környék szakembereit, akikkel már évek óta együtt dolgozunk, összehívjuk, és egy szakmai rendezvény keretében megünnepeljük. 2002-ben döntött úgy az önkormányzat, hogy egy hiányt pótol, hiszen már akkor is volt TV, már akkor is volt internet, és a gyerekek elindultak egy olyan irányba, amit ma nagyon jól látunk, hogy egy borzalmasan rossz irány. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, a szülők elfoglaltsága, és ebben az elfoglaltságban nem csak a munkabeli elfoglaltság van benne, hanem számukra is ott a tévé és a számítógép. Tehát a szülők gyerekhez való viszonya is egy kicsit megváltozott, és azt gondolom, hogy ennyi neveletlen szülőnek, ennyi neveletlen gyereke még soha nem volt a világban, mint ahogy ma van. Ezért valóban hiánypótolt az önkormányzat, amikor olyan szakembereket szeretett volna egy intézményen belül foglalkoztatni, akik a gyerekekre jó hatással vannak, akik a gyerekeknek valamit tudnak adni. Valahol úgy érzem, hogy azok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, és a gyerekeknek tudnak valamit adni, azok ebbe a jó tündér kategóriába tartoznak. És én úgy gondolom, hogy ebben a világban, amiről az előbb beszéltem, nagyon-nagyon fontos, hogy mindig legyen egy olyan ember, akihez oda mehetnek a gyerekek, akinek elmondhatják, akinek ki tudnak nyílni, és akiknek a hatására egy picit jobb emberekké válnak. A minket felkereső szülők és pedagógusok, óvodai és iskolai pedagógusok nagyon sokféle problémával keresnek minket. Elsősorban nevelési tanácsadás esetén a pszichológiai segítségnyújtás szokott a szülőknek eszébe jutni, azonban ennél sokkal szélesebb a mi palettánk. Egyre gyakoribb tünet, hogy egészen korai gyermekkorban a kisgyermekeknek a mozgásfejlődése nem megfelelő menetű, és ez már köztudott tény, hogy a mozgásfejlődés kihatással van az összes többi képesség fejlődésére a későbbiekben. Ezen kívül azonban segítséget tudunk nyújtani. Beszédhibák korrekciójában, eltérő beszédfejlődés menet esetén, nyelvi fejlődési zavaroknál. Ha az óvodában vagy az iskolában azt tapasztalják a pedagógusok, hogy valamilyen részképesség problémája van egy kisgyereknek, hozzánk küldik szakértői vizsgálatra. És amit az utóbbi időben egyre jobban próbálnak előtérbe helyezni, teljesen indokoltan, a gyermekek korai fejlesztése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már egészen nulla éves kortól tudjuk fogadni a szülőket, és gyógypedagógus, pszichológus, mozgásterapeuta szakembereink tanácsot, segítséget tudnak nyújtani abban, hogy egy kicsit megkésett fejlődésű, vagy egy-egy területen elmaradást mutató kisgyereknek hogyan tud otthon a szülője segíteni. Gyógytestnevelés feladatunk is van, amit gyógytestnevelő kolléganőnk az általános iskolában végez. Segítséget tudunk nyújtani az iskoláknak, hogyha azt tapasztalják, hogy kiemelkedően tehetséges gyermek van a valamelyik osztályban. Elsősorban pszichológiai segítségnyújtás ez a szülő és az iskola számára. Így megyei szinten mi körülbelül 42-45 ezer gyermeket látunk el, tehát ami egész Pest megyét jelenti, és jelen pillanatban 20 tagintézmény tartozik ebbe bele,
aminek az egyik része a SZOBI Nagymarosi Tagintézmény, aminek a vezetője Katalin. Maga az intézmény jellege olyan, hogy nagyon megkívánja azt, hogy jól együttműködjünk. Ugye a védőnök részéről azért, mert a korai fejlesztésbe bekerülő gyerekeknek az első jelzéseket ők vehetik észre, tehát utalhatják tovább hozzánk, illetve az orvosokhoz, a pedagógiai szakszolgálat, a gyermek megkaphatja a szükséges fejlesztési lehetőséget. Tehát egy nagyon jó pont, hogy a védőnői hálózattal így kapcsolatban tudunk lenni, és ez a kapcsolat egy jó szakmai és egy jó emberi együttműködést jelent. Nagyon fontos pont a gyermekjóléti hálózat, hiszen rengeteg gyerek kerül az ellátásunkba, aki valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, 2H-s, 3H-s, vagy veszélyeztetett, és akkor megint az ott lévő kollégáknak az együttműködése fontos, hogy hogyan tudják egymást segíteni és facilitálni. És aztán ott vannak a pedagógus kollégák, akik szintén el tudtak jönni, akik megint ugyanúgy ebben a korai jelzőrendszerben tudják megtenni az első lépéseket, hogy hozzánk kerüljenek gyerekek. Úgyhogy a mai konferencia lényegében annak a közös gyümölcse, mint a szőlő, hogy egy fürtön lóvunk, ugye más-más személyi vagyunk, de végül is ez a gyümölcs aztán azt lehet mondani a gyermek, akinek próbáljuk segíteni a fejlődését, meg a kibontakozását. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy ilyen kis regionális járási szinten össze lehet hozni kollégákat, akik együttesen gondolkodnak, együttesen tudnak szempontokat és hangsúlyokat teremteni, hogy miért fontos ez a munka, és hogy mi az, amiben hozzá tudnak járulni a gyerekeknek a fejlődéséhez.